Smatovics Gábor, Domanyik Szilárd, Pap Tibor, Kollár Máté és Vitéz Balázs sérülés és eltiltás miatt több alapemberét is kénytelen volt nélkülözni a Moson-Magyaróvár a szezon utolsó hazai mérkőzésén. A Dióst 10 meccs óta nem talált legyőzőre a bajnokságban, így nem várt könnyű feladat a kék szerelésben játszó MTR-re. Ennek ellenére jól kezdtek a hazaiak, hiszen a 25. percben darást lökték fel a 16-oson belül, amiért a játékvezető büntetőt ítélt. A 11-est Varga Tamás vállalta el, és maga biztosan értékesítette azt. Az óvári csatár a kapu jobb oldalába lőtt, megszerezve ezzel szezonbéli 11. gólját. Egy perccel a vezetés megszerzése után megint Varga lőhetett volna gólt, de 13 méteres próbálkozását nagy bravúrral ütötte ki a jobb sarok elől Kovács Balázs. Ezután Németh Balázs előtt adódott nagy gólszerzési lehetőség, de a hazai csatár zicserben fölé bombázott. A 40. percben aztán kis hiány egyenlített a Dióst. Solymos 8 méterről pörgetett a hazai kapura, labdája pedig a keresztlécen csattant. Ez volt a félidő utolsó említésre méltó momentuma, így 1-0-ás hazai vezetéssel vonulhattak pihenőre a csapatok. A második félidőben meddőmezőnyfölényben játszott a Dióst, de igazán nagy helyzet nem alakult ki a hazai kapu előtt, köszönhetően a jól záró Moson-Magyaróvári védelemnek. Aztán jött a 79. perc, amikor Pintér Dominik kapott remek labdát Moisertől, majd a 16-oson belül egy csel után kilőtte a jobb alsó sarkot. Boros nem zárta jól a rövidet, így könnyű dolga volt a diósdi játékosnak. Jó íramú, de kevés helyzetet hozó mérkőzésen egyik csapat sem lehet elégedetlen az 1-1-es döntetlennel. Ez biztosította a bemaradást, de igazából a másik csoportban eredmények születtek, ahol nem kellett már ez. Hiányérzetem van, első félidőben el kellett volna dönteni a mérkőzést. Inkább itt hagytunk most 2 pontot, mint elvittünk egyet, de úgy gondolom, hogy egy fordulatos kis jó íramú mérkőzés volt, úgyhogy az ilyenekért nem szoktam bánkodni. A csapatkapitány Smatovics Gábor most eltiltását töltötte, és csak a lelátóról szurkolhatott a társaknak. Elég régen volt olyan, hogy még átöltöznöm se kellett egy meccs előtt, pont mindig úgy jött ki valószínűleg az eltiltás, hogy idegenben volt. Megélni, hát sok szituba eléggé izgulós lett. Aztán amikor közelebb mentünk a pályához a mérkőzés vége felé, egy kicsit emelkedett a hőfok, akkor meg aztán főleg. A Futura Moson-Magyaróvár június 7-én a 3. kerület elleni mérkőzéssel zárja az MB3 2014-2015-ös szezonját.